Pályakezdők és pályaváltók a Nyíregyházi Egyetemen tartott állásbörzén. Közel 40 standon várták a munkáltatók, a toborzók és a képzőintézmények az érdeklődőket. Volt, aki konkrét elképzeléssel érkezett, és volt, aki több karrier lehetőségben is gondolkodott az álláskeresők közül. Konkrét célom igazából nincs, inkább kizáró tényezők vannak. Hát ha nem muszáj, éjszaka nem szeretnék dolgozni az előző munkahelyemet, ezért elsősorban ezért hagytam ott. A szakmámat tekintve női ruhakészítő szakmám van, illetve bolti eladó, úgyhogy elsősorban ilyen területeket nézek, de akár egy irodai munkát is, hogyha úgy gondolja illető, aki felvenne, akkor azt is nagyon szívesen, tehát újat is szívesen tanulnék, hogyha lehetőség adódik. Főleg ilyen HR területek felől érdeklődtem, kaptam is igazából lehetőségeket, találkoztam például régi családi ismerőssel is, aki szívesen segítene, úgyhogy abszolút pozitív eddig a tapasztalatom. Szezonális munka vagy speciális szaktudást igénylő munkakör. A térség legnagyobb munkáltatói számos nyitott pozíciót kínáltak az álláskeresőknek. Minőségi borsa és kukoricát gyártunk, és a jó időnek tekintettel még rengeteg kukoricát kell feldolgoznunk, úgyhogy elsősorban a szezonra keresünk gyártósor mellé munkásokat, gépkezelőket, targoncásokat nagyon szívesen várjuk, hiszen van mit becsomagolni. Naponta több mint 1000 konzerv készül nálunk, úgyhogy van feladat bőven. A HR-esek feladata sokszor nem egyszerű. Vannak pozíciók, amelyekre nehéz megfelelő munkaerőt találni. Vannak olyan pozíciók, amik hamar betölthetőek, viszont vannak olyanok is, amik tapasztalatot és szaktudást igényelnek, és sajnos már ugye egyre kihaló félben vannak ezek a szakmák, azokat nehezebb betölteni. Melyek ezek? Például a szerkezetlagatos, a hegesztő. Már mostanában a karbantartásra is ugye egy olyan szakember találni, aki mindenhez ért, már elég nehéz. A kampusz nem csak házigazdája az állásbörzének. Az intézmény vezetésének célja, hogy a helyi munkáltatók igényeihez alkalmazkodva biztosítsa a minőségi szakember utánpótlást. 2 évvel ezelőtt elindult egy folyamat a modellváltással, ami egy nagyobb szabadságot és felelősséget adott az egyetem kezébe, és aktív módon részt tudunk venni a térség életébe, hozzá tudunk járulni a térség felemelkedéséhez, olyan módon, hogy az itteni munkáltatókat képzett szakemberekkel látjuk el. Tehát egy sokkal élőbb kapcsolatot kellett kiépíteni. Az igények, lehetőségek, felsőoktatás, tudomány, technológia, innováció, amiről eddig csak beszéltünk, ezt apró pénzre kellett váltani, és tényleges készségekkel felruházott szakemberek kerülnek ki ma már a Nyíregyházi Egyetem falai közül a munkaerőpiacra. A megnyitón elhangzott, jelenleg 60 ezerrel több a munkavállalók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben, mint 10 éve. Az aktív keresők kedvezőbb aránya mellett azonban a munkaerőhiány komoly problémát jelent a térségben. Ezért kiemelt feladat, hogy vendégmunkások helyett a vármegyei munkavállalók töltsék be az üres álláshelyeket. Új cégek települtek be a vármegyébe, és fognak betelepülni, amelyek a jó képzett és motivált munkaerőt fel fogják szívni. És hát megjelent már olyan kihívás is a megyei munkaerőpiacán, hogy vendégmunkások jelentek meg látható módon, hiszen nem találnak a munkáltatók már a vármegyei munkaerőpiacon munkavállalókat, akiket ezeket a jellemző alacsonyabb státuszú munkákat el tudnák végezni. Erre a kihívásra kell válaszolnia minden egyes kormányzati vagy önkormányzati szereplőnek. Ugye a megyei önkormányzat is egy munkaerő paktum programot indít a következő években, a következő 7 évre több mint 7 milliárd forintos támogatás összeggel. A megnyitón elhangzott, a munkaügyi paktum programokban képzési, átképzési lehetőségeket kínálnak a helyi munkavállalóknak, munkaügyi támogatásokkal segítik az arra rászorulókat. A programok a tervek szerint márciusban indulnak, jelenleg a térség munkáltatóinak bevonása zajlik.